végtelen az út. Utazom, ez könyörtelen ő, a vonatok. Így hát a világ, bár ott, bár édes emlék, bár édes csúcsúbá, mi az állomásokon vár. Százezer kötél a lelkemet, vissza-vissza húz, szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek, tár attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szíved majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szíved majdnem megszakad. Életemet áll, mint megmarad a hó. Eljön majd egy állomás, s a peronról nézem, a szem a korszőre vár, de az én jegyem már lejár. És az első és a legszomorúbb, ami már jó pár év óta sajnos úgymond hagyománnyá vált, hogy azzal kezdünk egy ilyen találkozót, hogy azokra emlékezünk, akik az előző találkozás óta elmentek közülünk. Így most szeretnék mindenkit megkérni, hogy aki fel tud állni, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk Ivkovics Zolira, Keresztúri Lajosra, Papp Lászlóra és Kurfis Imrére. Nagyon szépen köszönöm. Ismét egy kéréssel fordulok hozzátok, hogy úgy kellene a jövőt igazítani, hogy a következő találkozót ne kelljen ilyennel indítanunk. Ugye ilyenkor szokott következni az, hogy az elmúlt időszakról egy beszámolót tartunk. Na most, mivel nagyon sok új van köztetek, majd erről is lesz szó, őnekik újat nem tudunk mondani, és a jövővel kapcsolatban, ami rengeteg újságcikk megjelenik, meg szóbeszéd, ezzel kapcsolatban nem lehet mondani semmit. Mindenki, ugye tudjuk, ezt az átépítésről van szó. Teljesen bizonytalan a dolog, nem tudjuk, hogy mi lesz. Mindenki a maga területén próbál különböző verziókat kitalálni, különböző lehetőségekre, de biztos információval senki nem rendelkezik, majd kiderül, hogy mi lesz. A következő találkozó, ami reméljük, hogy tavasszal lesz, nem jön közbe semmi, akkor valószínű, hogy tudunk valamit mondani. Ha ügyesek vagytok, hogy így a tagcsoport további tevékenységét most azért segítettétek. Ugye a mozdonyvetők szakszervezete részéről és a tagság részéről mi szoktunk ajándékot átadni. Az első ajándék, most két egyformát adok át, majd ez kiderül, hogy miért. Az első ajándékot már rég át kellett volna adnunk, de mivel a kollega, aki közétek jött a mai nappal, úgy döntött, hogy az utolsó szolgálatát nem akarja megcsinálni, így nem tudtuk neki átadni, pedig hát itt vártuk volna az utolsó vonatnál, de hát a Béci ugye megbotlott, elesett, és a meghúzódott a válla, így nem tudtuk neki átadni az ajándékot, és akkor most szeretném megragadni az alkalmat. Béci, légy szíves, gyere, hogy a volt kollégáid nevében. A kis szőke!
talán. Miénk? Hát a 29-es. Hát melyik? És még egy kollégánk van, akitől nem tudtunk elbúcsúzni, ő nála egy egész más dolog lett, én nagyon haragszom rám, mert együtt kezdtük a vasutat, együtt is kellett volna befejezni, tehát ő is úgy döntött, hogy egy kicsit korábban inkább közétek csatlakozna, nem várt meg engem. Így most a Szucsán Lacit szeretném köszönteni azzal, hogy ő elhagyott minket, és közétek beállt. Nagyon helyes, fiatalán gyorsan. Lacikám, hosszú. Úgy van, ez a lényeg. És azért tartom, hogy van. Többiektől a hozzávetők szakszerete el tudott búcsúzni. Azt szeretném mondani, hogy a Baranyi Miki, viszont mi az újonnan belépő tagokat szeretnék köszönteni. Úgyhogy Szabó Imi, légy szíves gyereki. Alkó Lajos. A lényeg az, hogy elvállalom a vezetői szerepet, majd hogy a gondolatot egyszer megszavazzuk, és én arra gondoltam, hogy igazából helyettesekre a nagy szükséget nem látok, hogy pont helyettesnek hívják. Akkor válaszunk meg először téged, és akkor elmondod a javaslatot. Jó. Akkor azt szeretném kérdezni, hogy aki egyetért azzal, hogy a Miki elvállalná ezt a pozíciót, hogy ő legyen a tagcsoport vezetője a mai naptól, azt kérem, hogy nyújtsa fel a kezét. Úgy néz ki, hogy egyébként. Nagyon szépen köszönjük. Mégként gratulálunk, hogy a mai naptól vagy a tagcsoport vezető, hogy tartsd meg az asztalról való beszédelet légy. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat. Arra gondoltam, hogy... Kis csendet! Tehát még egyszer nagyon szépen köszönöm a bizalmatokat. Köszönöm, hogy szinte mindenki rám szavazott. És arra gondoltam, hogy helyettest igazából én nem választanák, mert ezt az összejöveteleket úgyis egyszer végbe kell valakinek koordinálni. A helyettesi feladatot eddig a Kurfisi mit csinálta, meg a Kószó Józsi bácsi. Igazából az Imének olyan nagy szerepe volt, hogy a vidékieket ilyenkor összehívt, meghívta telefonon, értekezett velük, jöjjenek. Tehát végülis ebbe kell igazából nagy segítség. Most is sajnálom egyébként, hogy
az előbb beszéltem egyik kollégával, hogy véletlen nem hívtam vissza, és most az miatt nem jött, mert nem hívtam vissza. Pedig megbeszéltük, hogy jön, mindegy. De még kellett volna egy megerősítő hívás. Tehát, akkor Miki választad úgy, hogy akkor legyen a helyettesed, aki egy kicsit tud segíteni ebben a munkában. Így van. Meghívja a másikat, telefonálja. Én úgy, arra gondoltam, hogy minden ilyen csoportok, tehát kiskörösi csoport résznek, legyen egy... Így van. Elmondhatja Miki? Hogy mondja el, és akkor van javaslat, akkor... Kiskörösen gondoltam egyik nagyon... nagyon jó kollégámra, Szabó Gáborra, aki segíten abban, hogy mikor elmegy az e-mail, hogy nyugdíjas tagcsoport összejövetel lesz, akkor a kiskörös környéki srácokat összeszedni egy telefonhívással. Volt nézések. Ugyanígy Kelebián gondoltam Hucek Tiborra, aki a Fréber Pityutól a Kis Jani megint koordinálja a kelebiai csapatot. Hát, hogy a telefonon, akkor persze, vagy e-mail küldett, hogy... Persze, ez mindegy, most is küldtem tegnap, úgyhogy csak ennyit kell segíteni, mert nem mindenkinek van e-mail címe, és ezért kell egy telefon megjegyteni az ott levő csapatnak, hogy ne maradjon el senki ebből a meghívásból. Halasson meg, gyakorlatilag... Azt megint csinálunk gyakorlatilag. Ha így elfogadjátok, akkor egyet értetek ahol, hogy kiskörös legyen Szabó Gábor? Kelebián legyen Hucek Tibor. Eddig is szóltam nektek, hogy ennyit szerettem volna végül is elmondani. Én különösebb beszámolót nem akarok tartani az elmúlt évekről. Már Laci bácsira minden nagyon szépen le van írva, nagyon precízen leírt mindent, olyat is, amit most beleolvastam humorizálva, ki mit csinált, ki volt hangos, minden le van jegyzetelve neki, hogy 2020-ban összejött a csapat, és most kivételesen senki így leírta, hogy nem pofázott bele a beszédbe. Ezt te már normálisan viselkedtek, nem úgy, mint tavaly előtt, meg minden le van jegyzetelve. Le van írva, hogy a helyettesek melyik, hogy vették a részét a munkájába. És akkor tehát a lényeg az, hogy mindent lejegyzetett, minden le van írva. Lehet rajta jót mosolyogni, majd egyszer, hogyha lesz időnk rá, akkor lehet, hogy ugyanilyen nagy teszel voltál ott neki a bírodában. Nem lehet biztosítani. Igen. Laci bácsi búcsúztatójának Karcsi írt egy nagyon szép beszédet, egy búcsút, amiben Karcsi leírta, hogy olyan precíz jegyzetelés, hogy senkinek nem volt, mint a Laci bácsinak. Ha valaki nem tudott valamit a régmúlt időkkel kapcsolatban, egy telefonhívása, két napos kis türelmet kért, előkereste a szatyrokat, meg a bőröndöt, elővette a régi jegyzeteit, és abból ő válaszolt a kérdésre, amit a Karcsi föltett, úgyhogy nagyon precíz volt, az tény. Szerintem más nem akartam én nektek mondani. A Karcsék mondták, a mostani vasúti helyzet az olyan, amilyen, várjuk az átépítést. 12 órakor lesz ebéd, nem vacsora, ebéd. Nem tudom, mennyi idő van most, úgyhogy még lehet szünet. Végtelen az út, utazó, az könyörtelen ő. Így hát a világ pár arc, pár édes emlék, pár édes csúpcsupá, mi az állomás, akkor vár. Százezer kötél a lelkemet, vissza-vissza húz. Szüntelen. S ha elmarad egy állomás, vissza sem nézek,
tisztán attól sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De